Ebben a kísérletben egy előkészített tárgylemezt és egy mikroszkópot lehet látni egy kamerával kivetítve. A tárgylemezre vizet cseppentettem, majd ennek a víznek a tetejére egyenletesen szórtam lisztet. Amint látható a mögöttem lévő kamera képén, hogy a lisztnek a részecskéi mozognak a vízben. Mivel a víznek a részecskéi annyira picik, hogy a mikroszkóppal sem lehetne őket látni, ezért volt szükségem a lisztre, így a lisztnek a mozgását nagyon jól megfigyelhetjük. A liszt mozgását a folyadék részecskék folyamatos mozgása, lögdösődése okozza. Ezt a mozgást nevezzük Brown-féle mozgásnak.